Augusztus elejétől érdekes kísérlet folyik a Szombathely-Kőszeg vasútvonalon. A naponta többször ingázó szerelvényen műanyag féktuskókat próbálnak ki, amelyek hatszor olyan tartósak, mint a jelenleg használatosak, és szinte hangtalanul lehet velük fékezni. Így hangzik egy hagyományos fékezés a vasúton. A műanyag féktuskóval szerelt vonatnál viszont mást hallunk. Pontosabban szinte semmit, de nem csak a csendes üzem a Németországból származó betétek előnye. A műanyag féktuskókkal nagyon jó tapasztalataink vannak. Élettartamukban az előzetes számítások szerint 6-7-szerese lesz a hagyományos féktuskónak. Egy hónap alatt mindössze 6 mm-t koptak a betétek. Igaz, az áruk is 6-szor annyi, mint az öntött vas féktuskóké, de legalább fél évig nem kell cserélni őket, így csökken a ráfordított munkaidő. A kísérletben résztvevő mozdonyvezetőknek persze kellett némi időt fordítani arra, hogy megbarátkozzanak az új tuskók fékhatásával. Hát, ha röviden kellene mondani, akkor azt mondhatnám, hogy olyan, mint az okni, meg kell szokni. Hát a kezdeti nehézségek után azt lehet mondani, most már viszonylag jól megy vele a fékezés. Ha a kísérlet eredményesen zárul, talán örökre elbúcsúzhatunk a csikorogva fékező vonatoktól.